ember a mai vlogba ismét én jelentkezek, mert képzeljétek el, hogy elmegyünk egyet kirándulni. Hát ja, mondjuk csak itt a közelbe, fel fogunk menni az erdőbe, viszont mutatni fogok nektek néhány érdekes dolgot, hát hogyha tetszik nektek. Nekem biztosan érdekes lesz, mert én nagyon szeretek erdőbe járni, és most először fogom ezt a kis púcsit is kipróbálni és felvenni. Hát egy baj van vele, a lábánál egy kicsit nagy, és lehet, hogy rá fogok lépni, meg le fog rólam, de kipróbáljuk. Na, itt már fenn vagyunk az erdőbe, ide autóval jöttünk. Na, de nem csak egyedül jöttem ám, hanem a barátom is itt volt. Aztán itt vannak ilyen színes táblák, ami mutatják, hogy merre fogunk kirándulni. Jaj, azt majdnem elfelejtettem mondani, hogy a Soproni erdőben vagyunk. Ez a Soproni hegységnek az egyik legnépszerűbb kirándulóhelye. Úgyhogy jó lenne, hogyha hát ti is eljönnétek és megnéznétek. Ja, és ezt a követ különösképpen nézzétek meg, mert én azt lepisítem. Nagyon szépen sütött a nap, és képzeljétek el, hogy a boszorkány meseős fényen mentünk végig. Úgyhogy a túra végére én egy igazi boszorkány lettem, fiú változatba. Nem tudom, hogy hívják a boszorkányokat, hogyha fiúk. Van valami tippetek? Írjátok meg. Hát igen, itt élvezhetjük a lővereknek a kristáltiszt erdei levegőjét, itt aztán lehet lyukat pisíni, na megfutkosni is. Na de persze mondanom sem kell, hogy a barátommal azon versenyeztünk, hogy kimegy megy elől, aztán én megtaláltam ezt a kis házikót, lehet, hogy ez a boszorkánynak a háza? Hát ja meg kéne nézni, hogy mi van itt bent. Ó, itt lehet ilyen pecséteket gyűjteni, tudjátok, ez a hajla kutyusnak a pecséte. A gyerekek tudják ezeket gyűjteni, hát ja, a gazdi már nem gyerek, úgyhogy minket ez nem érint, úgyhogy mehetünk is tovább. Csak gondoltam, elmondom, hogy ha ti gyerekek vagytok, és idejöttök, akkor itt nagyon sok pecsétet be tudtok gyűjteni, ám, megéri. Na jó, van, most már kicsit szedem a volt, hogy gyorsabban menjünk, mert a barátom már ott elő van, és ez amúgy annyira nem jó, hogyha ő megy elől, jobban szeretek én lenni elől. Hát egy baj van egyébként ezen a mai sétán, hogy egyre erősebben fúj a szél, és ilyenkor nem olyan jó a fák alatt lenni, úgyhogy a pórász lesevették rólam, és állandóan összeakadtunk, mind a kettőnk póráza összetekeredik. Hát ja, de viszont képzeljétek el, hogy a gazdi is felvette ugyanezt a púcsit, ami ilyen egyen búcsi, és készítettünk fotókat, majd mindjárt meg fogom nektek mutatni. Lehet a videó végén, hogy hogyan sikerültek, szerintem jók lesznek. Itt van egy csomó ilyen fatörzs, ezeket nem tudom, miért rakták ide, de lehet az a lényege, hogy az összeset le kell pisíni. Vagy lehet, hogy azt kell csinálni, hogy végig lehet gyalogolni rajta. Ezt nem tudom, találjátok ki ti is, majd ha idejöttök. Hát én mondjuk lepisítem. Hát ja, lehet, hogy nem kellett volna, de mindegy. Gondoltam, elmondom, hogy ilyeneket szoktam csinálni. Aztán itt meneteltünk, közben felültettek ide a székre, mert azt mondta a Gasti, hogy ó, itt milyen jó képeket lehetne készíteni rólam. Hát ja, semmi kedvem nem volt hozzá, úgyhogy elég hamar leszálltam, és nem figyeltem oda a képeknél. Na, most pedig mutatni akarok nektek egy érdekeset. Mert itt van a tévétorony, ami Sopról egyik ikonikus épülete. Már messziről látni, hogyha erre jöttök. Ezt 1970-ben építették, és képzeljétek el, hogy 154 méter magas. Hát az mennyi tacskót jelent? Nagyon sokat. És fentről még a bakun is látszik, habár sajnos nem látogatható. Hogyha meg lehetne nézni, a gazdi már biztos felment volna. Én valószínű nem, mert én nem szeretek a magasba lenni. De ha erre jártok, akkor szerintem nézzétek meg. Messziről olyan, mint a fogpiszkáló lenned, Közelről pedig olyan, mint egy rakéta, szerintem. De írjátok meg ti is, hogy szerintetek mire hasonlít. Nagyon érdekes. Aztán a gazdi itt is készített rólam néhány képet, és utána tovább indultunk, mert itt még sok érdekesség van ám. Most pedig elindultunk tovább az erdőben, még jobban be fogunk menni, itt nagyon sokat kell sétálni, hogy elérjük a Károly kilátót, és tudjátok, hogy mi a jó ezen az útvonalon? Hogy végig aszfaltól lehet közlekedni, mert egyébként nem rég eső volt, és az olyan helyen, ahol nincsen aszfalt, nem lett volna jó sétálni, mert nagyon sárosak lettünk volna, és nekem a hasam nagyon közel van a földhöz, és akkor mehettem volna utána be a fürdőkádba, azt mondom, nem akartam. Ó, nézzétek, itt is jelzik ezt a kis kutyás szimbólumot, úgyhogy itt is biztos lehet ilyen pecséteket gyűjteni. Na itt rengeteg falevél van, úgyhogy te kicsit még pisítem, aztán mentünk tovább felfelé. Egyébként nem túl fárasztó ez a túra, én sokkal nagyobbakat szoktam sétálni, nekem ez meg se kutyant. úgyhogy szerintem bárki fel tud ide jönni, hogyha én kibírtam a kót is. Ja, és a barátom is nagyon élvezte, nézitek, hogy már megint ő megy elől, ezt nem hiszem el, annyit beszélek itt nektek, hogy mindig lemaradok. Na, itt már ilyen boszorkányok vannak. Láthatjátok, itt ki lehet próbálni a seprőjüket is. Ja, a gazd is lehet, hogy ki fogja próbálni, csak aztán nehogy elrepüljön a végén. Már akkor ki fog nekem jutalan falat utatni, hogyha felszáll arra a seprőre, aztán vissza se jön. Hát az elég rossz lenne, biztos megijednék akkor. Aztán itt fent van ilyen játszótér is, gyerekeknek, meg van egy múzeum is, úgy, hogy itt elég sok minden van. Ja, meg azt hiszem, hogy valamilyen büfé is van. Lehet itt tenni, inni, mindent lehet csinálni. Oda mondjuk szívesen betértem volna, de azt mondta a gazdi, hogy nem fogunk bemenni. Hát ez egy ilyen vadászati múzeum, de mi nem nagyon szeretjük az ilyen vadászati dolgokat, úgyhogy mi ide nem fogunk bemenni, hanem inkább meg fogjuk nektek mutatni alulról a Károly kilátót, mert már mindjárt odaérünk. És itt lehet jó képeket készíteni, de azért lepisítem ezt a fát, hogy tudjam merre kell visszajönni. Na, itt már az alját láthatjátok, tehát engem is láthattok, mert én elég szép látvány vagyok, na de ez lenne a Károly kirátó. Képzeljétek el, hogy ezt a kirátót először fából építették. És ez az, az ember egy nagyon lelkes turista volt, úgy hívták, hogy rombalták Károly is szerethette az erdőt, úgy ideépítette egy ekkora kilátót. Aztán később egy kicsit rossz állapotba került, és helyette egy kőkilátót építettek, amit most is láthattok. Képzeljétek el, hogy ez 23 méter magas. Na ja, ide is biztos egyszer fel fog menni a gazdi. De ez nem most fog megtörténni, mert nagyon erős lett a szél, és jobbnak láttuk, hogyha elindulunk visszafelé, nehogy valamelyik fa ránk essen. Az nem lenne jó. Úgy, hogy elkezdtük szedni a lábainkat, és megindultunk lefelé. Figyeltem, hogy hova pisítem, amikor jöttünk fel, így én tudtam mutatni az utat visszafelé, mert lehet a gazdi eltévedett volna. Na jó, nem? Szerintem ismeri ezt az utat, hogyha majd ide találtunk. Amúgy itt közben nagyon sok ilyen pad van, le lehet ülni, pihengetni is lehet, hogyha jó idő van és ráétek, Úgyhogy én azt ajánlom, hogy egyszer gyertek el ide. Ja, és voltatok egyébként már itt. Na, és ezek a képek készültek. Mondottam, megmutatom az összeset, amit készített a gazdi. Itt az egy közös fotó rólunk. ez volt az, ahol én fölültem arra a padra, és le akartam szállni onnit. Aztán persze készült még olyan fotó is, ahol itt van ez a fogpiszkáló. Elég sok jó képet készítettünk. Na és ezt a képet pedig ugye a Károly kilátónál készítettük, de ti már mindent tudtok róla, mert elmeséltem. És elég menő végül is a púcsim rajta, már messziről látni, hogy érkezek, és amúgy jó szolgálatot is tett, mert nem fáztam benne semmit, pedig én nagyon fázos kutya vagyok ám. Na aztán már itt vagyok a konyhába, mert képzeljétek el, mit szeretnék. Na mit? Hát jutifalatot, na persze. Aztán megjelent az ajtóba egy pofátlan macska. És ezzel még nincs is baj, mert oda akartam menni, hogy elkelgessem. Erre rám szólt a gazti, hogy menjek innét, meg beengedi. Hát ne engedje be, bakker! Nézzétek meg! Ezt nem hiszem el. Nem elég, hogy beengedi, még meg is simogatta, és még be is jött. Hát ilyen nem létezik, megszagogatta az öntözőkannát is és még a kajámat is ma akarta enni. Na jó van, inkább el is köszönök tőletek ebben a videóban, remélem, hogy tetszett nektek. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot, én pedig kikergetem ezt a macskát innét. Na sziasztok!